A múlt heti videó játékának a nyertese tehát B. Dániel, te lehetsz ott jövő héten másodmagaddal a Memóban, azon a rendezvényen, aminek a fő előadása a szuperbaktériumok Achilles sarka lesz. Persze mások is ott lehetnek, csak nekik jegyet kell venniük rá, a linket megtaláljátok a leírásban. Egyébként pedig a műsorhoz kapcsolódóan csinálunk majd egy élőadást itt a Szertáron, jövő héten, március 28-án, úgyhogy ha nem tudnátok elmenni, akkor valamennyire azért itt is próbálom majd nektek pótolni az élményt, na de most menjünk mamutnyomot keresni. A felderítő utat Zugló egyik legmeghatározóbb, ikonikus terének, a Bosnyák térnek a közelében kezdjük. De még mielőtt magukat a nyomokat megmutatom, helyezzük az egészet egy kicsit nagyobb perspektívába, méghozzá evolúciós léptékekbe. Nagyon sok állat van, ami szeret növényeket enni, és természetesen nagyon sok növény is van, ami nem szeretné, ha megennék, úgyhogy a növények folyamatosan különböző védekező mechanizmusokat fejlesztettek ki a növényevő állatokkal szemben. Például méreganyagokat termelnek, amitől az állat, ahogy az állatorvos mondaná, megförmed. Ez nagyon jó, csak nem mindig van azonnali hatása. Előfordulhat, hogy az állat napokkal, vagy akár hetekkel később pusztul el, hányja vagy fossa össze magát, miután a növényt egyébként már elfogyasztotta. Úgyhogy kell lennie jobb vagy más jellegű módszernek is. Van persze még rengeteg módszer, de ezek közül ma egyet mutatok nektek, a tüskéket és töviseket. Ha most valami hülye reklámfilmet forgatnék, akkor azt mondanám, hogy ezeknek azonnali hatásuk van. Az sem mindegy persze, hogy egy növény mennyi energiát fektet a védekezésbe. Az se jó, ha túl sokat, meg az se, ha túl keveset. Szerintem azt elismerhetjük, hogy egy ilyen méretű tövis, az egy kicsit túlzás mondjuk egy őz vagy egy mókus ellen. Ez a növény a tövises lepényfa, a Gledicia triacanthus. Nem Magyarországon őshonos, hanem Észak-Amerikából származik. Ezek a tövisek pedig nem mostanában alakultak ki, hanem még a pleisztocénben, amikor hatalmas mamutok és más nagytestű növényevők trappoltak a Földön. Na, azok ellen már szükség volt ezekre a dárdákra, de van itt még valami, ami a pleisztocén meg a faunára utal. Azt mindjárt megmutatom valahol máshol. Ez pedig a termés, amit gyakran kifejezetten azért hoznak létre a növények, hogy az állatok elfogyasszák őket, hogy aztán a magukat mindenfelé szétpergessék. Mutatom az akácét, ami a lepényfának egy közeli rokona, és ehhez képest a lepényfájé. Ez bizony igen nagy testű állatokra lett kifejlesztve, vagy megtervezve, kinek hogy tetszik. És bár a mamutok kihaltak, ezek itt maradtak nekünk élő lenyomatként. Na, ezért érdemes nyitott szemmel járni és nézni ezeket a különböző apró jeleket. És ha már egy játék sorsolásával kezdtük ezt az adást, akkor folytassuk is azzal, méghozzá egy olyan dologgal, amivel 400 ezer forintot tudtok nyerni. Oké, ez nem egészen pontos, mert ezt a 400 ezer forintot ösztöndíjként kapjátok, és egy kicsit többet kell tenni érte, mint egy kommentet írni a videó alá. Viszont szerintem sokkal, de sokkal hasznosabb dologról van szó. Ez pedig az Energiakövet program, amiről a Szertáron már elég sokat hallhattatok az elmúlt években, ugyanis a harmadik évben kerül ez megrendezésre. Lényegében arról van szó, hogy energiahatékonysággal, energiatudatossággal kapcsolatban kell foglalkozásokat tartani közép vagy általános iskolákban, és ehhez kaptok meg lényegében mindent, hogy ezt meg tudjátok csinálni, plusz még ezt a 400 ezer forintos ösztöndíjat is. Szóval, ha egyetemisták vagytok és benne lennétek egy ilyen programban, akkor írjatok egy óravázlatot, és jelentkezzetek. Én benne leszek a zsűriben, tehát én is köztük leszek azoknak, akik kiválasztják a jelölteket, utána pedig egy képzésen felkészítünk titeket arra, hogy mi várhat titeket az osztályteremben, és utána már rajtatok a sor, hogy formáljátok a szemléletét a felnövekvő és feltörekvő generációnak, hogy minél energiahatékonyabban, minél környezettudatosabban formálhassák ezt az egész bolygót, amin élünk. A részletekhez és a jelentkezéshez vezető linket természetesen berakom a videó alá. Kattintsatok rá, és kattintsatok a feliratkozás gombra is, mert vannak még érdekességek, amiket szeretnék megosztani veletek. Sziasztok! Nagyon sötét.
Tökéletes.